Most szólítjuk Illés Peti kollégámat, folytatódik a holnapi napon egészségügyi sorozatunk, most is ott van a Gottszégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben. Jó reggelt, Peti, szia, látjuk és halljuk egymást. Mi lesz a holnapi epizódban? Most már 6. hete, hogy elindult az egészségügyi sorozat, így van a Mozaikban. Szervusz, jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, és eddig már beszámoltunk katéteres billentyűbeültetésről, vagy nyitott szívműtétről is, mutattunk képeket, szót adtunk, illetve voltunk a gyermekszív központban a 4. emeleten, és most is a 4. emeleten vagyunk, de akik nézik a sorozatot, azok tudják, hogy a Gottszégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben található egy gyermekház és egy felnőttház is, most a felnőttházban vagyunk a 4. emeleten, és hogy mi lesz a következő, azaz a holnapi epizód a témája. Erről már dr. Andréka Péter főigazgatót kérdezem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én is ismételten jó reggelt kívánok a nézőknek. A következő epizódban fölmegyünk az űrbe. Egy igazi űrtechnológiáról lesz szó, a legsúlyosabb szívelégtelén betegek műszív kezeléséről. A műszív az egy olyan eszköz, amit be tudunk ültetni a szívbe, és tehermentesíti a szívet. Ez egy pumpa, kiszívja a vért a szív balkamrájából, és bespricceli a vért az aortába, tehát teljesen vagy részlegesen képes átvenni a szív működését azokban a betegekben, ahol a szív nagyon gyengén működik. Tehát akkor a műszív egy pumpaként fogható fel. Hogyan kell elképzelni a működését, mennyire tud hatékony lenni egy igazi szívvel szemben? Hát természetesen a legjobb az az igazi szív, mert az bennmarad a helyén, ha minden rendben van, az nem lökődik ki, és a természet úgy alkotott meg minket, hogy teljesen jól tudunk működni. Egészen addig, ameddig egy súlyos betegség, a szívelégtelenség nem jelentkezik. Viszonylag gyakori, körülbelül 150 ezer ember szenved ebben a betegségben Magyarországon, és természetesen szerencsére csak kis részüknek kell műszívkezelés. Ugye pumpának mondtuk, mert ez pumpaként üzemel, de hát ez egy nagyon speciális kicsi fémeszköz, ami a szívcsúcsba kerül beültetésre, egy erős mágneses tér van benne, és a propeller az felfüggesztés nélkül pörög ebben a mágneses térben, sokszor percenként 50 ezres fordulattal, és kiszívja a vért, úgyhogy nem töri össze a vér alkotó elemeit, kiszívja a vért a balkamrából, és egy speciális csővön keresztül az aortába, az a szívből kivezető főverőérbe spricceli, és utána megy tovább a test többi részébe. Csak nagyon röviden, általánosságban elmondható, hogy a műszív egy ideiglenes megoldás, és igazából a transzplantáció a valódi? Igen, ez egy nagyon jó meglátás. Általánosságban elmondható, igen, hogy a műszívkezelést addig alkalmazzuk, nagyon sok országban, amíg a beteg alkalmassá nem válik a transzplantációra, bár több országban már arra is van példa, hogy a műszívkezelést végleges megoldásnak alkalmazzák.